szorosabbra fűzte együttműködését a Honvédelmi Minisztériummal néhány hónapja a Nyíregyházi Egyetem. Honvédelmi alapismeretek címmel például szabadon választható tantárgyat indítottak a felsőoktatási intézményben, emellett az önkéntes tartalékos szolgálatot is ösztönöznék a jövőben. Egyenruhások lepték el a Nyíregyházi Egyetem parkját. A felvételek még tavasszal készültek a felsőoktatási intézmény honvédelmi napján. A katonák a hivatásukat népszerűsítették már a legkisebbek körében is. Fegyverekkel, katonai kocsikkal érkeztek, ez utóbbiakba be is lehetett ülni. A látogatók között több olyan egyetemista is volt, akik a honvédséghez való csatlakozást sem tartják kizártnak. Az épületben közben a Nyíregyházán született Benkő Tibor honvédelmi miniszter tartott előadást a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési programról. A fiatalokat kívánjuk elsősorban megszólítani, és lehetőséget biztosítani számukra, hogy ebben a honvédelmi és haderőfejlesztési programba ők is be tudjanak kapcsolódni. Hiszen Magyarországnak, ha egy erős, ütőképes magyar honvédséget kívánunk létrehozni, ott szükségünk van az utánpótlásra. Az utánpótlás pedig meg kell kezdeni, már a középiskolákban ott kell keresni az utánpótlás lehetőségét, majd a felsőoktatási intézményekben, az önkéntes tartalékosok révén pedig már a polgári életben dolgozók között. Az előtérben önkéntes tartalékosokat toboroztak, a látogatók pedig a repülőszimulátort is kipróbálhatták. Az esemény előtt néhány nappal fűzte szorosabbra kapcsolatát az egyetem a Honvédelmi Minisztériummal. Ennek részeként például szabadon választható tantárgyat indítottak a honvédelemmel kapcsolatban. Köszöntöm a stúdióban dr. Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Honnan jött az ötlet, hogy ebbe az irányba erősítsen a Nyíregyházi Egyetem, vagy mozduljon egyáltalán? Az ötlet valójában nem új keletű, hiszen ahogy a előbb bejátszásban is hallható volt, nem új keletű ez a kapcsolat az egyetem és a honvédelmi tárca között. Már évek óta jó kapcsolatot ápolunk egymással. Miniszter úr 2 évvel ezelőtt vezérkari főnökként meg is látogatott minket, és egy nagyon érdekes előadást is tartott, illetve hát katonai toborzópontként is működünk tulajdonképpen. Tehát a kapcsolat már korábbról megvolt. És ennek fényében tulajdonképpen egy országos programként indult el az, hogy az egyetemeken is, így egy Nyíregyházi Egyetemen belül is vezessünk egy olyan tantárgyat, ez egy C-típusú tantárgyat, gyakorlatilag egy szabadon választható tantárgyat, amelynek keretében ezt a fajta ismeretanyagot megkaphatják a hallgatók. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bármilyen szakos hallgató, ha tetszik neki ez a tantárgy, akkor választhatja, és ezért 2 kreditpontot gyűjthet be a tanulmányai során. Mennyire népszerű ez már most elindult szeptembertől, mekkora volt az érdeklődés? Nyilván egy új dolognál mindig az első év egy kicsit úgy indul, hogy egy bevezető év, valóban szeptembertől elindítottuk, e-learninges formában, tehát nem egy kontaktóra keretében, hanem egy előre kidolgozott e-learninges tananyag formájában kerül átadásra, levelezős és nappal is hallgatók is jelentkeztek. A pontos létszámot nem tudom megmondani, de nagyságrendileg 60 fő körül vette fel első körben a hallgatók közül ezt a tárgyat. 60 vették fel a hallgatók közül ezt a tárgyat. Ez a többihez képest? Ez abszolút jónak mondható, hiszen általában 20-30 fő között szoktak a C-típusú tárgyakat választani a hallgatóink. Gyakorlatilag azt mondom, hogy igen, ez egy jó értéknek számít, főleg úgy, hogy elsőként vezettük be, és bízom benne, hogy az érdeklődés ez megmarad a jövőben is. Mik a távlati célok? Ugye ez a tevékenység alapvetően az egyetemnek a 3. missziós tevékenységhez kapcsolódik, tehát a társadalmi szerepvállalásunkhoz, és hát elsősorban ezt az ismeretanyagot szeretnénk átadni a hallgatóknak, és hát nyilvánvalóan van egy olyan cél is emögött, hogy esetlegesen ez felkeltheti a hallgatóink érdeklődését, akár a lányok, akár a fiúk érdeklődését, hogy önkéntesek ként is folytathassák ezt a tevékenységet, tehát ugye Nyíregyházán, illetve a megyében alakult meg az ország 2. önkéntes tartalékos ezrede, így akár ehhez az ezredhez is kapcsolódhatnak a hallgatóink, hogyha ezt a tananyagot elsajátítják. Hogyan befolyásolhatja a Nyíregyházi Egyetem szellemiségét az, hogy ez az irány beindul? Én azt gondolom, hogy pozitív irányban hathat ez, hiszen ezzel is bővítjük a elérhető C-típusú tárgyaink listáját, tehát nem csak is kizárólag szakmai tárgyakat
adunk, hanem egy ilyenfajta irányt is meghirdetünk. És azt gondolom, hogy igen, a nemzettudatot, illetve a honvédelmi ismereteket azt valóban egy kicsit a mai fiatalságnak is meg kell ismernie, hiszen ugye most már nem beszéltünk arról, hogy kötelező sorkatonai szolgálat van, és ott majd megkapják a fiatalok ezt a képzést, de ettől függetlenül van a fiatalok között is egy olyan réteg, aki érdeklődik ezek után a dolgok iránt, és számukra ez is egy lehetőség, hogy az egyetemi éveik alatt ezzel is megismerkedhetnek. És hát egyébként van is egy ilyen nézet, hogy azért nem volt az olyan nagyon rossz. Igen, az hát, a katonai nevelés. Kicsit más témákról is beszéljünk, keresztfél évet indítanak hamarosan. Ezzel hogy áll most a Nyíregyházi Egyetem? Igen, keresztfél éves képzéseket is meghirdettünk. El kell mondjam, hogy nem nagyon jellemző ez az intézményünk életében. Mindig egy-két szakot szoktunk, most is így van ez. Alapképzési szakon, a gazdálkodás és menedzsment képzési szakon hirdettünk keresztfél évet. Ez most egy 70 fős jelentkezést jelentett, illetve a szociálpedagógia mesterképzésünket hirdettük meg, itt 20 fölötti jelentkezésről számolhatok be. Ugye ez klasszikus módon a felvi rendszeren keresztül történő jelentkezést jelentett, hamarosan a ponthatárok is megszületnek, és én bízom benne, hogy jelentkezők talán mindegyikét köszönhetjük a Nyíregyházi Egyetem hallgatói között, és emellett persze a szakirányú továbbképzésben is hirdettünk meg egy szakot. Általában a szakirányú továbbképzéseket mindig szeptemberben indítjuk. Van egy kivételünk, ez a légiközlekedési hajózó szakmérnöki vagy szakirányú továbbképzés. Mérnökök számára hirdetjük azzal a céllal, hogyha pilóták szeretnének lenni, akkor ezt megtehetik 3,5 év alatt itt nálunk. Milyen hagyománya van már ennek az egyetemen, vagy mennyire új ez a képzési mondhatjuk, forma? Mondhatjuk, hogy új, hiszen a felsőfokú pilóta képzésünknek 50 éves hagyománya van, de ez valóban egy új lehetőség. 2018. februárjában indítottuk először, tehát tulajdonképpen az első évfolyam most végzett, a második évfolyamunkat 2019. februárjában iskoláztuk be, és a harmadik évfolyam pedig most szeretnénk. A számok azt mutatják, hogy első évben 5-en, a második évfolyamon 6-an, és mostan érdeklődők már legalább 8-an vannak, tehát még többen fognak jelentkezni reményeim szerint, mint az első két alkalommal. Mennyire bonyolítja meg az egyetem életét a keresztfél éves képzés? Azoknál a képzéseknél, ahol van normál ütem szerinti képzésünk, tehát szeptemberi kezdésünk, ott értelemszerűen megduplázódik a feladatunk, hiszen ugyanazokat a tárgyakat minden fél évben meg kell hirdetnünk. Ez azt jelenti, hogy itt azért akad majd tennivaló bőven, de mivel nem sok szakról van szó, így házon belül ezt alapvetően tudjuk kezelni. De örülünk is természetesen a lehetőségnek, és azért volt még ez fontos számunkra, hiszen ugye az új szabályok szerint 2020. szeptemberétől már emelt szintű érettségi szükséges a jelentkezéshez. A februári keresztféléves képzésekhez még ez nem volt szükséges. Talán annyi előnye is van, hogyha itt minden fél évben meghirdetnek bizonyos tárgyakat, hogy azok, akik lemaradnak egy-egy tantárgyal, nem kell egy egész évet várniuk arra, hogy tulajdonképpen hogy így van, ez a hallgatók számára is egy fajta lehetőség. Hozzáteszem egyébként, hogy ettől függetlenül is keresztfél évben szoktunk meghirdetni tantárgyakat, amennyiben ez tömeges igényt jelent a hallgatók részéről, akár tantárgyként, tehát kontaktóraként, de vizsgakurzusként minden esetben, amikor a hallgatók ezt igénylik. Mindig vannak lemaradók is egy egyetemen, és vannak kiválóságok is. Erre is volt most szép példa az egyetemen, úgy tudom, szép sikereket értek el egyházi hallgatók. Igen, örömmel jelenthetem, hogy minden fél évben vannak olyan hallgatói sikerek, amelyekre nyugodtan büszkék lehetünk. Például ilyen az MNB kiválóság ösztöndíja, amit nem minden egyetemen hirdetnek azért meg, ez egy külön megállapodás keretében történik, és most 3 hallgatónk nyert ilyen kiválósági ösztöndíjat, nagyon büszkék vagyunk ezekre a hallgatókra természetesen, egy bankelnök úrtól személyesen vették át az ösztöndíjukat, illetve hát tulajdonképpen különböző szakmai versenyeken is részt vesznek hallgatóink, és hál' Istennek nagyon sokszor szép eredményekkel, vagy első, második, harmadik helyezéssel, vagy akár külön díjjal térnek haza, és hát ezzel is öregítik a Nyíregyházi Egyetemnek a hírnevét. Van olyan területe az egyetemnek, ahol rendszeresebbek vagy gyakoribbak ezek az elismerések, vagy sikeresebb mondjuk az a szakmai ágazat? Ez mindig változó, hiszen például, hogy egy példával alátámasszam, most egy új verseny indult 2 évvel ezelőtt az agrárszak területen, Agrovirtus néven. És ebben az évben például 95 csapat indult el, ez
elsősorban határon belüli, tehát magyar egyetemekről verbuáló csapatokat jelentett, de külföldi egyetemekről is érkeztek csapatok, és ez egy online fordulós verseny első körökben, és aki ott jól szerepel, az juthat be a végső fordulóba, legjobb 10 csapat. És például két csapatunk is bejutott, mind a két csapatunk bejutott az első 10 helyezett közé, és az egyik csapatunk egy külön díjat nyert. De például tavaly évben nem jutottak be az első 10-be, mert egy kezdő év volt, de tapasztalatokat gyűjtöttek, és így a második éve sokkal sikeresebbek lettek, beérett a gyümölcs, így van, és most egy új csapatot is maguk mellé vettek. Vagy említhetném a pneumobil versenyünket, ami szintén egy ilyen országos verseny. Tavaly egy új csapatunk például a junior kategóriában első helyezést ért el. Tehát ez mindig a verseny típusától, fajtájától, és hát nyilván a hallgatóknak a hallgatóknak összetételétől is függ, hiszen amikor ki tudják nevelni a régebbi hallgatók maguk mögött az új hallgatókat, és bele tudják nevelni, és segítenek, és ezeket a tapasztalatokat megosztják egymással, akkor mindig könnyebb, mint amikor egy új versenyen kell megpróbálni. Nem csak hallgatók, hanem oktatók is értek el most szép elismeréseket, Prima díjas oktatók lettek. Így van, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy a megyei Prima díjasok között több egyetemi oktató is volt. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a Prima díjasoknak az egyharmada az vagy közvetlen egyetemi dolgozó, vagy pedig kötődik hozzájuk. Igen, Szepesi Béla professzor úr például ilyen kollégánk, vagy a dr. Kis Kálmán nevét is említhetném, ő is ugye külön díjat kapott a Prima díja során, illetve meg kell említenem még Simon László professzor nevét, aki bár nem Prima díjas, de külön díjas lett, a megyei önkormányzat külön díját kapta meg, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a kollégáinkra, hogy mások is elismerik az ő tevékenységüket. Dr. Kovács Zoltán, további szép sikereket kívánunk az egyetemnek. Köszönjük szépen!